Kélek, hogy lapozzatok a zsoltárok könyvéhez, a 105. zsoltárhoz, és a 17. verstől a 19. versig terjedő szakaszt olvastánk el alapigeként, kiinduló igjeként, aztán még máshonnan is fogunk József történetéből szemezgetni, hogy összeálljon ez, a, ez, az egész folyamat előttünk. És előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy, hogy van egy mondás, hogy Isten módszere az ember. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt a mondást, hogy Isten módszere az ember, mert mi sokszor azt gondolnánk, hogy bizonyos helyzetekben Istennek van egy ilyen megoldása, egy ilyen módszere, amit ha alkalmazunk, akkor minden megoldódik. És általában az van, hogy vannak helyzetek, amik megkívánják, hogy valaki belépjen, hogy valaki tegyen valamit, hogy valami megoldás szülessen, de erre Isten azt találta ki, hogy egy megfelelő személyt küld oda, azt a megfelelő személyt valamilyenné teszi, valamilyenné formája, és az a kiformált személyiségű ember lesz a megoldása annak a helyzetnek. És pontosan ezt a tükörképet látjuk József életében, aki egy Jézusi jelőkép, aki az Ószövetség egyik Jézusi tüposza, és, és rajta keresztül igazából az Úr munkáját látjuk, ahogyan Isten cselekszik az emberiség életében, és megoldásokat hoz. És az, hogy az Úr beszéde megpróbálta őt, ez nagyon megfogott engem ez a mondat, a héten olvastam ezt a Zsoltárt, és próbáltam megérteni, hogy, hogy mit is jelent ez a mondat, mert sokszor az Isten igéje annyira tömören, töményen fejez ki valamit, hogy, hogy egy mondatot, ugye ezt nem tudtuk kiírni, mondjuk egyébként az Igevesben benne van a, a 119 ben hogy az úr beszéde meg, megpróbálta, hogy ez az egy mondat annyira tömény, annyira tömör, hogy, hogy órákat lehet erről az egy mondatról beszélni, hogy megérteni, hogy mit is jelent József életében, és aztán hogyan vonatkozik ez valahogyan ránk. És amit megértettem, most nem mondom, hogy én teljesen ezt, a, ezt az egy mondatot például, hogy teljesen megértettem, de amit megértettem belőle, ami, ami a szívemben kialakult üzenetként, azt szeretném ma nektek átadni ebből, is, és bízom benne, hogy, hogy a Szentlélek, aki egyébként mindannyiunkban ott van, folytatja ennek a kimunkálását az életünkbe, és mélyebb megértésekre is vezethet benneteket, mint amilyet én kaptam. Vagy, egy, vagy inkább személy, az is lehet, és hogy még személyesen is alkalmazza az életetekben. Imádkoznék röviden, hogy ez megtörténjen. Uram, köszönöm neked, hogy a te beszéded megpróbálta Józsefet. Milyen nagy dolog ez, hogy József indult valahonnan, vált valakivé, és aztán felhasználtad valamire. És ezt a te beszéded végezte el benne. Uram, arra kélek téged, hogy adj ma megértést a Szentlélek által, a kinyilatkoztatás, hogy a szél valamilyen formát öltsön ma közöttünk, és Isten igéjét eljuttassa a szívünkhöz ne csak az elménkhez, hanem a szívünkhez, szívünk mélyére, ahol a változás történik. Köszönöm, hogy ezt megteszed Jézus nevében. Amen. Tehát Isten igéje megpróbálta őt, az Úr beszéde megpróbálta őt, 105. Zsoltár 17-től olvasom Isten igéjét. Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott el, a lábait békóba, békjóba szorították, ő maga vasban járt. Mind az ideig, amíg szava beteljesedett, az Úr beszéde megpróbálta őt. Azt gondolom, hogy ezek az igeversek annyira, annyira gazdag üzenettel bírnak, hogy tényleg talán csak valamennyit meg tudunk kapargatni a felszínből. Ugye ez a 105. Zsoltár az Izraelnek a történelmén vonul végig, és egészen a pusztai vándorlásig vezeti le így nagyjából a, a, a dolgokat, az Egyiptomból való kivonulásig, a szabadulásig, de ugye a patriarkák korától kezdi el a zsoltáros, tehát az ősatyák korától a történelmet fölgöngyölni, és gyakorlatilag minden történés mögött Isten cselekedetét látja. Minden történés mögött. Tehát nincsenek véletlenek, nincsen ö, ö, ilyen személytelen sors, benne, nincsen az ellenség akarata törekvése, még az is érdekes, még Izraelnek a dolgai is valamilyen módon azzal vannak megmagyarázva, hogy az Úr akarata húzódik meg az egész mögött. És amikor ugye itt az igeversünk az érkeztünk, itt azt találjuk, hogy érség előzte meg, az egész világon egy éjség lett, és ebben az éjségben, éhínségben Jákob és a családja elpusztult volna éhen, nem élték volna túl azt a szárasságot, inséget, ami ráköszöntött az egész világra. Tudjuk, hogy Egyiptom, bár már József addigra kijelentést kap a hét bő esztendőről és a hét szűk esztendőről, és hogy a hét szűk esztendő annyira szűk lesz és annyira sovány lesz, hogy elnyeli a korábinak a bőségét, és gyakorlatilag Egyiptomban készít megmaradást, nem csak Egyiptom számára, hanem az egész akkori föld számára Isten. De az, hogy ez a megoldás létre tudjon jönni, szüksége volt egy emberre. És azt olvasok a 17. versben, hogy elküldött előttük egy férfiút. Isten tudja, hogy egy éjség van, elpusztulna Jákob családja, meg kell őket menteni, valahogyan, és tudjuk, hogy Isten tervében már az is benne van, hogy lemennek majd Egyiptomba, ott válnak néppé, ez a 70-75 fős nagy család, két-három milliós néppé növekszik Egyiptomban, de hogy megtörténhessen a dolog, előttük elküldött egy férfiút. Azt mondja az Ige, meg is nevezi Józsefet. És hát József történetét, hogyha megfigyeljük, hogy milyen történések és körülmények veszik körül, azt olvassuk róla, hogy rabul adatott el, a 17. vers azt mondja, hogy rabul adatott el, a 18. vers két dolgot állít róla, hogy lábait békjóba szorították, ő maga vasban járt, egyik se tűnik egy, egy nagyon vidám és, és kényelmes helyzetnek. Azt gondolnánk, hogy az Isten el, el, által előre küldött ember, az valahogy máshogy néz ki, mint rabságban, mint békjóba szorítva, mint vasban járatva. És azt mondja az ige, hogy mindezek addig, mind, a, e, mind az ideig, amíg a szava beteljesedett, és itt van az alaptételünk, hogy az Úr beszéde megpróbálta őt. Látjuk, hogy mire József abba a pozícióba érkezik, hogy alkalmassá válik a helyzet megoldására, hogy a saját, saját, saját családját megmentse. Tudjuk, hogy itt ebben elő neki személyes sérelmei vannak, a a testvérei adják előtt irítségből. Ha Józsefben nem végződik el a sorítás, a vasban járatás által Isten munkája, akkor lehet, hogy egy bosszúálló emberré vált volna, aki ö, a hatalmánál fogva revansot vett volna a testvérei gonoszságán és nem a megmenekülést szolgálta volna, hanem még inkább alávágott volna a saját családjának. De mindaz a formáltatás, a vasban járás, a békjóba szorítás, a rabul eladatás, ennek az egésznek a földolgozása, ahogy a személyisége megtört, változott ezen a helyzeten keresztül, Isten beszéde próbálta ezt az embert, megpróbálta, és egy olyan emberré vált, aki alkalmas lett arra, hogy megmentse a népét, mert fölemelte őt utána Isten, és nem egy bosszúálló jellemmé vált, hanem egy megbocsátó emberré, egy elengedő emberré, egy jól tevő emberré vált, és gyakorlatilag egy Krisztusi jelőképet tölt be, hiszen aztán eljött az idő, amikor megint óriási volt a probléma, mert gyakorlatilag permanensen, állandóan jelen volt a bűn, de Isten elküldött egy férfiút, hogy a bűn kérdését egyszer és mindörökre rendezze, hogy ne halljunk meg a bűnben, és előre küldött egy férfiút, Jézust, aki megmentett bennünket. Hogyan próbálta meg Isten beszéde Józsefet? Ha közelebbről megnézzük ezt a mondatot, hogy az Úr beszéde megpróbálta őt, megnéztem több magyar fordítást, még egy angol fordítást is, de tudjuk, hogy mindig az eredeti szöveg adja meg a végső, végső értelmet, mert két magyar fordítás a károli ezt hozza, hogy megpróbálta őt. Az UFO, az újfordítás, az azt, azt mondja, hogy az úr beszéde igazolta őt. Az FO, amit, amit most nem is minősítenék, az úgy hozza szintén, hogy az úr beszéde igazolta őt. Az angol fordítás a King James, a régi, ami a károlihoz összevethető, az azt mondja, hogy the word of the Lord tried him, tehát megpróbálta őt szintén. Megpróbálta őt. Ezt a, ezt a, jelentést hozza, és hát mivel elakadtam itt a dolgok között, hogy akkor kitesz itt igazságot a fordítások között, ezért a, a Héberhez fordultam. És a Héber e, ige a megpróbálta helyén, tudjátok, hogy mi szerepel? A száráf ige, ami ismerős lehet a szeráfokból, akik ugye e, Ézsaiás látomásában ott hat szárnyal lebegnek az úr trónja körül az úr templománál, és hogy, hogy, ők is a parazsat fogóval veszik az oltárról, mert annyira forró. És ugye maga a szaráf, vagy szaráf szó azt jelenti, hogy égni, izzani. Tehát gyakorlatilag, hogy az úr beszéde megpróbálta őt, a száráf igével úgy mondhatnánk, hogy meg felolvasztotta őt, és gyakorlatilag annak a képe van, hogy az aranyat hogyan olvasztják, hogyan próbálják meg a valódiságát, illetve hogyan tisztítják ki minden salaktól, hogy szükséges, hogy teljesen fölmelegítsék, fölhevítsék, égő, izzó tűzön azt az anyagot, és aztán a salak ki ö, ö, megy belőle, és valamilyen módon igazolódik is. Tehát itt jön vissza a másik fordításnak a, a, az igazsága is, hogy igazolódik is, hogy az tiszta aranyá vált azon keresztül. Tehát József életében valami ilyesmi történik. Isten beszéde, amit adott neki, az elkezdte olyan helyzetekbe dobni, vasba, békjóba, rabságra ezt az embert, amiben megolvadt, föl lett hevítve ennek az embernek a személyisége, minden salak kiment belőle, minden oda nem illő anyag eltávozott belőle, és mint egy megpróbált, mint egy igazolt emberként jött ki ebből a helyzetből, és alkalmassá vált arra, hogy megmentse a népét. Az Úr beszéde megpróbálta őt, de ugye mégis itt van, hogy az Úr beszéde próbálta meg. Hogyan próbálta meg őt az Úr beszéde? És hogyha a József történetéhez lapozunk, a Mózes első könyvében találjuk a pátriarkák történetét. Mi úgy tanultuk annak idején, hogy ugye tudjuk, hogy a pátriarkák, az őshatyák az Ábrahám, Izsák és Jákob. Ők, ők az ősatjai a zsidó népnek. Mégis az egy egymózes könyve ciklusokra osztható a leírás terjedelme miatt, és hát azt találjuk, hogy van egy Ábrahám ciklus, ami elég hosszú, Izsák igazából az Ábrahám ciklusnak a része. Van egy József-Jákob ciklus, ami szintén hoztan tárgyalja Jákob életét, és van egy József ciklus az egymózes, az első a genezisben, az első könyvben. Tehát József története is nagyon hosszan van tárgyalva benne. Tehát Ábrahám, Jákob és József ciklusra van osztva az egymózes, hogy az egymózes 12-től értelemszerűen, mert előtte van az ős történet, az, a, a mózes Mózes 1.11 rész. Ö, és itt látjuk azt, hogy hogyan próbálta meg őt az Úr beszéde, és erről szeretnék két területről beszélni. Tudjátok, hogy az egy Mózes 37-hez halapozunk, hogy József az Ráhelnek a fia, Jákob Ráhelt szerette, bo, borzasztóan, <laughs> tehát nagyon-nagyon szerette Ráhelt, Fülig, fülig, szerelmes volt bele, belé, 14 évet dolgozott érte, tehát tényleg nagyon szerelmes volt. Mondanánk, hogy a szerelem elveszi az észt, de szerintem itt nem ez történt, hanem tényleg Isten egy olyan szeretetet oltott bele Jákobnak a szívébe, Ráhel iránt, ami, ami az a szeretet, ami az Úrnak a lángja ami tényleg nem az ember táplál, és hogyha mindig kapok viszonzást, visszajelzést, és én magam is úgy érzem, hogy megcsőd szeretve vagyok, akkor tudom produkálni ezt a szeretetet, és gyakorlatilag egy oda-vissza adássá válik, hanem ő úgy tudta ezt a 14 évnyi szeretetet adni Rákel felé, hogy közben ő nem kapott ebből vissza semmit. Hanem egyszer csak várt az időre, tehát ez, az, az úrnak lángja volt benne, ez a fajta szeretet. És aztán Rákel szült neki kettőt, először Józsefet, másodszor Benjamint, aminek a szülésébe aztán Rákel meg is halt. És ugye elsiratta, elgyászolta Jákób az ő szeretett feleségét. De tudjuk, hogy még volt egy Lea nevű felesége, és volt két ágyasa, Bilha és Zilpa. Na, olvassuk az első 11 verset, mert az időnk nagyon rohan, és tényleg szeretném átadni, amit bennem van. Jákob pedig lakozott az ő atya bujdosásának földjén, Kanaán földjén. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában, nem tudom, van egy 17 éves, bátyjaival együtt juhakat őrzött, Bojtár volt Bilhának és Zilpának az ő atya feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket hordott felőlük az ő atyuknak. Hát hogyha József egy arany, azért itt látjuk, hogy még valamennyi salakot azért tartalmazott, hiszen azt mondja az ige, hogy rossz híreket hordott a bátyjukról. Egy árulkodós, elkényeztetett gyerek volt. Izrael pedig minden fiainál inkább szerette Józsefet, mivel hogy vén korában nemzette őt, és cifraruhát csináltatott neki. Tehát a kivételezettség az... Egyértelműen meglátszik. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy Atjuk minden testvérek közt őt szereti jobban, meggyűlölték, és egy jó szót sem bírtak hozzászólni. Érdekes, hogy a szülők hozzáállása a gyerekhez befolyásolja a gyerekek egymás közötti viszonyát. Mindegy, most nem ilyen témánk van, csak úgy megálltunk erre egy pillanatra. És ámot álmodott József, és elbeszélt az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölték őt. Mert mondanékik, hallgassátok meg, kérlek ezt az álmot, amelyet álmodtam. ími még kévéket kötöttünk a mezőben, és ími az én kévém felkelt és felállt. A ti kéveitek pedig körülálltak, és az én kévém előtt meghajoltak. Mondanak néki az ő bátyai, vagy király akarsz-e lenni felettünk? Vagy uralkodni akarsz-e rajtunk? És annál inkább gyűlölték őt álmáért és beszédéért. Más álmot is álmodott, és elbeszélte azt az ő bátyjainak, mondván: Ímé, megint álmot álmodtam, Ímé a nap és a hold, és tizenegy csillag meghajolt én előttem. És elbeszélte atyának és bátyjainak, és atya megdorgálta őt, mondván neki: Micsoda álom ez, amelyet álmodtál. Vagy elmenjünk-e, elmegyünk-e, én és a te anyád és atyád fiai, és meghajtsuk magunkat te előtted a földig? Irigykedtek azért rá az ő bátyai, az ő atya pedig elméjében tartotta egy dolgot. Szeretném megkérdezni tőletek, kitől kapta József ezeket az álmokat? Tudjuk a választ, Istentől. Nem Rákhel jó vacsorájától, álmodta ezeket az álmokat, hanem Istentől kapta ezeket az álmokat, és tudjuk a történetből, hogy a jövőjüket tartalmazta. József jövőjét, a szülők jövőjét, és a testvérek jövőjét tartalmazta ez az álom. Ez egy profécia volt, egy előremutatás. Isten beszéde érkezett hozzá, álom formájában, de maga az Isten szólt hozzá. A 20. verset, felolvassuk, amikor elküldetett a testvéreihez, azt mondják a testvérek, ugye már dolgozott bennük a gyűlölet, meg a frusztráció a testvérükkel kapcsolatban, azt mondja a 20. vers, most hát gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kutba, és azt mondjuk, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Tudjuk, hogy ebből annyi megtörtént, hogy kutba dobták, meg nem ölték, kutba dobták Józsefet, és aztán Izmaelit a karavánnak eladták, és rabszolgaságra jut József, amit olvastunk is, hogy rabulatták el Józsefet, pedig azt mondja az ige, az úr küldte előre a férfiút. Nem tudom, hogy értitek-e ennek a mélységeit, hogy a testvére a gyűlölete, az hogy, az, hogy szinte a halálát akarják, de végül csak rabszolgának adják el, ebben is az úr fölötte átivelő akarata nyilvánul meg, rabulatták el, de azt mondja a Zsoltárok könyve, az Úr küldte előre a férfiút. Célja volt Istennek azzal, hogy Józsefnek ezen át kell menni. Hogyan próbálta meg őt az Úr beszéde? Hogy amikor az álmairól gondolkodott akár a kutban, akkor azt mondta, Uram, hogy lesz ez? Adtál nekem igét, kijelentést, álmot a jövőmről, hogy előttem hajolnak meg, és most én vagyok legnéjebben. Most legfeljebb fölém hajolnak a kutba, és megnézik, hogy ki van leglent. Hát leglent a József van. Nem ő van fönt, nem ő a király. Ő van lent a lukban, a gödör alján. Az Úr beszéde próbálja Józsefet, az Úr beszéde vizsgálja, az Úr beszéde hevíti az életét. És azon gyötrődhet, gondolkodhat József, mi lesz az álmaimból. Talán nem is az Isten adta, talán félreértettem őt, de tudjuk, hogy végül is még, végig ragaszkodott minden történés ellenére ahhoz, hogy az Isten szólt hozzá. És aztán tudjuk, hogy eljut Egyiptomba, gondolom, amikor rabszolgaként csörgő lánccal kivitték őt a rabszolgapiacra, akkor sem azok a jó gondolatok töltötték el, hogy majd az én kívém előtt hajlonganak. Vagy hogy majd apám, anyám, mint nap és a hold, meg a csillagok borulnak le előttem, benne volt az Úr beszéde általi megpróbáltatásban. Ez volt az igazitét, ezekben az időszakokban elveszíti -e a hitét abban, hogy amit Isten mondott neki, az be fog teljesedni. Mert bármikor viselkedhetett volna olyan módon, hogy kiugrik. Ebből a fajta formáltatásból, kiugrik ebből a fajta kohóból, kiugrik ebből a fajta izzításból, és saját ö, ö, megoldásokat keres, és elveti azt az igét, amit Isten mondott neki korábban. De tudjuk, hogy József ezt soha nem tette meg, benne maradt Istennek ebben ennek a formáló kezében. Hogyan, beszél, hogyan próbálta meg az úr beszéde Józsefet? Úgy, hogy a 17 éves korában kapott álmok, ugye 30 éves koráig, mert 30 éves korában emelte őt fel a fáraó, 13 éves, 3 éves időszak alatt semmi nem látszott abból, hogy ez be fog teljesedni, sőt, a dolgok rossz irányba mutattak. De ő ragaszkodott ahhoz, hogy Isten szólt hozzá, tudta, hogy az Isten érintette meg őt. Tudta, hogy nem ő találta ki ezeket az álmokat, egy természet fölötti kijelentés volt a jövőjéről. De ott volt 13 esztendő, amikor az úr beszéde próbálta őt, hiszed még itt is, hogy én szóltam hozzád. Hiszed, hogy terved, tervem van az életeddel. Hiszed, hogy föl foglak emelni. Hiszed, hogy föl foglak használni valamire. Hiszed, hogy nem estél ki a tervemből hanem ez valamilyen módon hozzájárul ahhoz az álombeteljesedéshez, amit én mondtam neked. Mert ott akarlak fölemelni majd Egyiptomba. Hiszed? Az Úr beszéde próbálta, és nem tudom, hogy hányszor ment át a szívén, a gondolatán, a gyötrődéseiben. Az, hogy valóan tényleg az Úr szólt hozzám. Higgyek még ebben. Ragaszkodjak még ehhez a kijelentéshez. Vagy engedjem el, és benne volt ebben a formáltatásban. Aztán arra jutottunk így töb, többekkel, hogy, hogy egy más módon is megpróbált őt az úr beszéde. Tudjuk, hogy Potifár házánál az úr nagyon megáldotta Józsefet. Gondviselőjévé lett ennek a háznak, ennek a Potifár főembernek, és mindent megáldott az Úr, amire rátette a kezét. Mindent. Potifárnak olyan jó dolga, még nem volt, mint amikor József volt a sáfára mert igazából egy csáfárságot végzett itt József. És azt mondja a 1 Mózes 39. től Isten igéje. Lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre vetette a szemét, szemeit, mondta a háj velem. Ő azonban vonakodott, és mondta az ő ura feleségének. mi az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amilyen van, mindenét az én kezemre bízta. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el azt a nagy gonoszságot, és védkezném az Isten ellen? És lőn, hogy az asszony nap, minden nap azt mondogatta Józsefnek, de nem hallgatott rá, hogy vele háljon és vele egyesüljön. Lőn azért egy napon, hogy valami dolgát végezni a házba bement, és a háznép közül senki sem volt benne a házban, és megragadta őt ruhájánál fogva mondván, háj velem! Ugye ezt most úgy mondanánk, hogy feküdj le velem. Ő pedig ott hagyta a ruháját, az asszony kezében is elfutott és kiment. És mikor látta az asszony, hogy az a maga ruháját az ő kezében hagyta, kifutott, összehívta a háznépet, és szólt hozzájuk mondván, lássátok, Héber embert hozott hozzánk, hogy megcsúfoljon bennünket. Bejött hozzám, hogy velem hájon, és én fenszóval kiáltottam. És történt, amint hallotta, hogy fenszóval kezdtem kiáltani, ruháját nálam hagyta, és elfutott, és kiment. Megtartotta azért az ő ruháját magánál, míg az ő ura hazajött ilyen szókkal szólt hozzá, mondván, bejött hozzám a Héber szolga, aki idehoztál, hogy szégyent hozzon rám. És mikor fennszóval kezdtem kiáltani ruháját, nálam hagyta, és kifutott. És történt, amint hallotta az ő ura, az ő feleségének beszédét, ilyen melyeket néki beszélt, mondván, és miket tett velem a te szolgád, haragra gerjett. Vette azért Józsefet az ő ura, és vetette őt a tömlőcbe, amelyben a király fogjai voltak fogva, ott volt a tömlőcben. Azt mondja a 105. Zsoltár, Isten előre küldött egy férfiút. Lábai békjóba szorították. Ő maga vasban járt. Mind az ideig, míg az Úr beszéde beteljesedett. Hogyan próbálta meg az Úr beszéde Józsefet? Hát úgy, hogy egy óriási kísértésbe vezetett az útja. Az úr beszéde volt az, ami azt mondta neki, hogy ne kövessen el házasságtörést. Az úr beszédéhez, ugye az Isten ellen való véteknek mondaná itt ugye József, mondta ezt József, mi tartotta őt vissza attól, hogy engedjen Potifárnének? És házasságtörő parázna fiúvá váljon. Azt tartotta vissza, hogy az úr beszéde megtiltotta neki. Az úr beszéde ott élt a szívében. Mi lett ennek a végeredménye? Dicséret? Fölemelés? Ó, milyen erős férfiú vagy te? Hogy becsüllek téged, hogy így kitartottál? Nem, az ellenkezője. Börtön. Rabiga! Békjó, lánc, vas, egy becsületes embernek a bokáin csattant. Miért került ebbe a helyzetbe? Mert Isten beszédéhez ragaszkodott. És persze a gonosz ezt kiforgatta, ugye Potifárné személyében, és a hátrányára fordította. És ugye erről beszél az ige is a 105. Zsoltárban, hogy békjóba szorították és vasban járt. Az úr beszéde próbálta. Figyeljetek, sokszor az Úr beszédéhez való ragaszkodás rövid távú következményei az, hogy nehezebb helyzetbe kerülünk. És az Úr beszéde próbál bennünket, mert tudjuk, hogy ha most az Úrhoz ragaszkodunk, az Úr beszédéhez ragaszkodunk, lehet, hogy rövid távon rosszul fogunk járni, vasban fogunk járni, beleszünk szorítva, de az Úr beszéde próbálta Józsefet, kihez ragaszkodik, benne volt az izzásban, ahogyan az aranyat hevítik, és ürült ki belőle a salak, és készült és formáltatott az az ember, akit Isten föl tud használni arra, hogy majd megmentse a népét. És tudjuk, hogy üftörténetileg is ennek voltak előremutató jelei, vagy következményei. Az Úr beszéde próbálta. Egyszer úgy próbálta az Úr beszéde, hogy kapott jövőjéről való kijelentéseket, ígéreteket, amik nagyon sokáig ellene mutatott minden körülmény. De ő neki ragaszkodnia kellett az úr beszédéhez. És nem a körülményekből kellett kiszámítani a jövőjét, hanem abból, hogy Isten mit mondott neki. Aztán úgy is próbálta az úr beszéde, hogy belekerült a kísértésbe, és hű volt Isten igéjéhez, de ebből neki baja származott börtön kapott, vasat a lábára. És gondoljatok bele, hogy ott a börtönben aztán mind a kettő dolog egyszerre nehezedett rá. Na most eddig csak rabszolga voltam, most már egy börtön töltelék vagyok. Hogyan lesz ebből az álom beteljesedése? Uram, hogy, hogy létezik az, hogy én rászkodtam az igéthez, és itt vagyok kivetve, a király fogjai közé vagyok téve. Mondjuk azt írja az ige, hogy az Úr József fel volt a tömlőcben is, de azt mondja a Zsoltárok, az Úr beszéde próbálta, megpróbálta őt. Mind az ideig, amíg beteljesedett a beszéd. És figyeljetek, a börtönből, most arra nincs időnk, hogy ezt végignézzük, a börtönből szinte egyszerre lesz a király második embere. Tehát, hogy így lemegy a 13 év, abban van rabszolgaság, Békjó, vas, és a börtönből rögtön a király második embere lesz. Szinte azonnal. Ott már nincs átmenet. A legmélyebről a legmagasabb pontra ugrik. És ott ugye, amikor megkérdezi a fáraó, az álma miatt hivatják ki a börtönből, hogy valóban megfejtede az álmokat, József, ott mit mond József? Nem én, hanem Isten aki az álmokat megjelenti. Figyeljetek, a salak kiéget belőle. Megtisztult ez az ember. Megpróbálta az úr igéje, a neki kapott fiatalkori ígéretek 13 év alatt próba alatt voltak, az erkölcse, az Istenhez való ragaszkodása egy ponton óriási próba alá volt véve, de ebben a próbában ő benne maradt, izdott az egész élete, az egész személyisége, minden, és amikor a fáraó elé lép, akkor azt mondja, nem én, hanem Isten. Az, aki ott még hencegett az álmaival a cifraköntösbe, hogy bátyáim, én mit álmodtam, hajlongtatok előttem, sőt, még apu, anyu is, én voltam a nagy, én, én a József, ott még dolgozott benne az elkényeztetett, kivételezett, túlságosan agyon szeretett, tehát egy rossz szeretettel szeretett, mert Jákob igazából nem helyesen szerette akkor a fiát, és Isten megpróbálta az ő beszéde által, és aztán végül is igazolta is. De hát az igazolás az úgy jött, hogy a 13 évnyi próbatétel, vasbanjárás és békjobbaszorítás alatt megtisztult József. Mind az ideig, amíg az úr, amíg beteljesedett az úr beszéde. És ezért mondtam azt, hogy Isten módszere az ember. És azt gondolom, hogy Isten velünk is így bánik. Az úr beszéde megpróbál bennünket. Két módon. Vannak talán Istentől kapott álmaink, ígéreteink, jövőnkre vonatkozóan kijelentések. És lehet, hogy nagyon sokáig, és borzasztóan zögykölődős úton nem abba az irányba mutatnak az események, amit ezek az álmok tartalmaznak, amit az Isten beszéde üzent. De ne felejtsd el, ragaszkodj ahhoz, amit Isten mondott neked. Ragaszkodj hozzá, maradj benne, a szaráfba, a megpróbáltatásba, ebbe a tűzbe, mert valami távozik belőled, valami rossz távozik belőled, tisztít az Isten, formál az ő keze. Aztán lehet, hogy úgy is megpróbál az Úr beszéde bennünket, hogy tudjuk, hogy ha most Istenhez ragaszkodok, az ő igényéhez, beszédéhez, a kísértésben, ha nemet mondok, akkor ebből bajom származhat. És ott billeg, Isten igéhez ragaszkodok, vagy engedek a kísértésnek. Megpróbál engem az Úr beszéde, megpróbál engem az Úr igéje. És hogyha ott ragaszkodok Isten igéjéhez, Isten beszédéhez, akkor ez lehet, hogy rövid távon megszorításokkal jár, vassal jár, nehézséggel jár, de ez a börtön válik aztán hihetetlen módon egy ugródeszkává, mert tudjuk, hogy a börtönben találkozik a fáró közvetlen környezetével. A sütőmesterrel és a pohárnokkal. Addig a fáró közvetlen környezetébe nem is jutott. A börtön volt az, ahol ezek a kapcsolatok megszülettek, ahonnan aztán Isten fölrepítette őt egyenesen a fáraó székéhez, és ugye második volt az országban. Az úr elküldött egy férfit. Rabulatták el. Békjóba szorították, és vasban járt. Ilyen az a férfi, akit az úr készít valamire. Szeretném mondani, ha úgy érzed, hogy békjóba vagy szorítva, ha úgy érzed, hogy rab vagy, Szinte nem tudod azt tenni, amit akarsz. Ha úgy érzed, hogy vasban jársz, el vannak nehezülve a lépéseid. Tedd föl a kérdést, lehet, hogy Isten készít valamire? Lehet, hogy Isten előre küld most téged valahova? És ennek ez a folyamata, ez az útja, hogy ezt a munkát elvégezze benned? Hogy amikor letelik az idő, mind az ideig, amíg az Úr szava beteljesedett, amikor letelik az idő, akkor egyből ott van egy kész ember, egy megtisztított edény Isten kezébe, hogy elvégezze az ő munkáját. Az Úr beszéde megpróbál bennünket. Ugye még az arany. Dolgokban is, ez mondjuk ezüst, de az arany dolgokban is az aranyat elhagytuk, majd veszünk, ha lesz pénzünk. Tehát hogy benne van a próba, igaz? Így mondják. Benne van a nyakláncba is, benne van a gyűrűbe is. Ott van a próba. Hogy az arany. És hogy ilyen karátos. Nem, nem kell elhinni elsőre, hanem meg kell nézni a próbát. Így végzi el Isten rajtunk az ő munkáját ahogy Józsefen is elvégezte. És egy utolsó szakaszt olvassunk el, amikor Jákob már az élete végén profétál a fiaira, akkor az egymózes 49 22-től 26-ig ezt egy ilyen lezáró időszakasznak mondanám. Egymózes 49 22-től tudjuk, hogy már a halálos ágyán Jákob az összes fiát megáldja, és proféciát mond a jövőjükről, atyai áldásként. És aztán Józsefre kerül a sor. Józsefről viszonylag hosszan beszél, talán Júdáról és Józsefről beszél leghosszabban. Nem, nem, is véletlen, hiszen Júda törzséből származik a messiás. Ugye József meg ugye látjuk a történetekből, hogy a megmaradásnak az embere, az áloga. Termékeny fa József. Termő ág a forrás mellett. Ágazata meghaladja a kőfalat. Ugye erre mondta egy ige hogy mindegy mekkora a kőfal, hogyha az ágazata meghaladja. És minél magasabb falat húznak köré, annál nagyobb lesz a fa. Úgyhogy ne félj a kőfaltól. Ne félj azzal, ami, ami körbevenne, hogy elzárjon tőled valamit, mert te fölfelé nősz. És meghaladja. És ha három méteres a kőfal, akkor három méter fölé nősz. Ha öt méteres, akkor öt föl, mert ez az ígéret. Meghaladja a kőfalat. Nézzétek, keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók. József mindenféle könnyű életet kapott. Azt ígérte neki az Isten a proféciában? Hát nem éppen, mert a keserítés, a lövöldözés és az üldözés az nem, nem, tartozik általában a, a kedvelt és kívánt e, sorsok közé. De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai. hatalmának kezétől, onnan Izrael pásztorának kősziklájától. Látjátok, hogy a, a Jákob hatalmasának kezétől a hatalmas, ugye az nagybetűvel van írva, a Jákob hatalmasa, az nem más, mint Isten. És Izrael pásztora is Isten. Tehát keserítik, lövöldözik, üldözik, de az Isten erejétől mégis feszülten marad a karja, nem engedi le, mereven marad a kézíve. Atyád Istenétől, aki segélyen, a minden hatótól, aki megáldjon, az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, amely alant terül, az emlők és még áldásaival. Atyád áldásai meghaladják az őshegyek áldásait, az örök halmok kiességeit, szálljanak József fejére, a testvérek közül kiválasztottnak koponyájára, mondja itt Jákob az ő fiára. És látjuk, hogy József életében tényleg ott van, az, hogy van egy ellenséges körülmény, kőfalat emelnek mellé, lövöldözik, keserítik, küldözik, de mindezek fölé tud nőni József. Az ő neve egyébként azt jelenti, hogy Isten gyarapítson, ő megsokasít, megsokasít, ő összegyűjt. Ezt jelenti Józsefnek a neve. Tehát Isten előre küldött egy férfit. Azt gondoljuk mi, hogy ezek a bibliai szereplők, szentek, ószövetségi szentek, Ugye kivételezettek? Hát hogyan mérhetnénk a mi életünket az övékéhez? És valószínű, hogy az ütörténetben betöltött szerepüket, illetően igen, e, ilyen helyzetben nem fogunk mi valószínű kerülni. De az a munka, ahogyan Isten kiformálta őket és felhasználta valamire, az örökérvényű. Isten módszere az ember. Az Úr beszéde megpróbálta őt, és téged is. Isten készít valamire. Te is egy férfi vagy, vagy egy nő vagy, akit Isten előre küld valamire. És átvezeti a megpróbáltatáson. Az Úr beszéde megpróbál, vagy úgy, hogy az ígéreteket úgy megpróbálja, hogy nem látszik semmilyen körülmény, ami igazolná, hogy ez valaha beteljesedik, és mégis, ha szívünkben ragaszkodunk hozzá, vagy úgy, hogy a kísértésekben, Tényleg a tűzbe dob be bennünket Isten, hogy vajon ragaszkodunk-e az ő beszédéhez, vagy inkább könnyebb úton intézzük el a dolgainkat. És még ha az ő beszédéhez való ragaszkodás rövid távon vassal is jár, meg békjóval is, akkor is tudjuk, hogy Isten az, aki az ő beszédét adta a szívembe. Nekem az a dolgom, hogy ahhoz ragaszkodjam, és a körülményeket nem én irányítom, ő irányítja. És látjuk, hogy a legsötétebb hely a börtön volt végül is az a dobbantó deszka, ami rögtön a fáraó közelébe repítette Józsefet. És ez 13 évbe telt. Mi szeretnénk siettetni a dolgokat. De nem lehet siettetni a dolgokat. Istennek megvan a haladási sebessége, ahogyan egyen-egyenként velünk foglalkozik. És engedjük, hogy megpróbáljon bennünket az ő beszéde. És az a jó, hogy a megpróbáltatásból a végén igazolás lesz. És igazolta őt az úr beszéde. És akkor ott állt a bátyai előtt, azok leborultak előtte, és kérték a gabonát. És amikor becsapta őket a kehelyjel, ugye, hogy Benyámin zsákjába elrejtette a, a kejhet, az ezüst kelyhet, akkor jöttek vissza, és azt mondta, ne, ne őt, ne őt, Atyánk legkisebb gyermeke, itt maradok én, mondta azt hiszem Simeon, meg, meg talán Júda, a két legvadabb, itt maradunk mi. És József elfordult, mert sírt, fölismerte, hogy az üldözők, a keserítők állnak most előtte kiszolgáltatottan. És nem a bosszút forralta, hanem azt mondta, az Isten küldötte engem ti előttetek hogy megmentsem a családot. Így készül Isten embere. Így foglalkozik velünk a Szent Lélek, aki átsegít ezen. És engedjük, hogy az Úr beszéde megpróbáljon, aztán majd igazoljon bennünket. Amen. Gyertek, álljunk fel, és kérjünk az Úrtól ehhez támogatást. <kül> Mennyi atyánk, köszönjük igédet, köszönjük, hogy előre küldtél egy férfit, aztán alávetetted mindenféle próbának, mindenféle tesztnek, mindenféle vizsgának, amin átment a te segítségeddel, és aztán a végén, mikor beteljesedett a beszéded, ott állt készen József, kiformált emberként, hogy megmentse a családját, hogy ne bosszulja meg a sérelmet, hanem megbocsátó lelkülettel felemelje azokat, akik korábban az ő kárát okozták. Micsoda karakter és jellem lett ez az ember a te kezedben. Uram, tudjuk, hogy hasonlóan bánsz velünk is. Átviszel bennünket a tűzön, átviszel bennünket a megolvasztáson, hogy a salak, hogy az idegen anyag minden elpárlogjon, kimenjen belőlünk, kimenjen a szívünkből, a lelkünkből, az indítékainkból. A legmélyünkig átéljen alakítva, a személyiségünk, hogy olyan emberek legyünk, akik valóban alkalmasak arra, hogy a te kezedben eszközként fölhasználj bennünket. Uram, az Úr beszéde megpróbálta őt úgy, hogy a fiatalkori ígéreteket kellett akkor is tartani, amikor minden ellenem mutatott. Az Úr beszéde próbálta meg úgy, hogy a kísértésben, az erkölcsi kihívásban inkább kellett az Úr beszédéhez ragaszkodni, még akkor is, hogy ezért börtön járt, mint az, hogy megadja magát ennek az elkölstelenségnek, és meg tudott állni ezekben a próbákban. Tudjuk, hogy nem volt egyedül. Azt mondja az egyét, hogy az úr vele volt Mózessel, de az úr József, Józseffel volt. Uram, a Péter is erről beszélt, hogy nem kapunk most már kőtáblákat a hónunk alá, hogy hordozzuk Isten törvényét, hanem a Szentlélek van bennünk, az Isteni háromság harmadik személye, aki ott van velünk, és átitar bennünket a jelenlétével, és irányt mutat, betölt, és megnyilvánul rajtunk keresztül. Uram, köszönöm, hogy nem vagyunk egyedül ebben a formáltatásban, nem vagyunk egyedül ebben a kohóban, nem vagyunk egyedül ebben az izzásban, hanem a Szentlélek segítsége által tudunk ezen keresztül menni, de ő velünk van. Hálát adunk ezért. És Uram, ott, hogy a jelenlegi életnek a nehézségeit tudjuk így látni, lehet, hogy az Úr beszéde próbál most bennünket de ez nem önmagáért való, nem cél nélkül való, nem csak a tesztkedvéért való, hogy a nehézséget szenvedjünk, hanem ez valahova kifut, hogy valamire készítesz bennünket, és a megfelelő időben ezt előhozod. Akarjuk így látni ezeket a próbákat az életünkben. Köszönjük, hogy adsz ebben felismeréseket ami számunkra, is egy ilyen hozzád ragaszkodó szívet. Amen. 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 Gyertek, énekeljünk még egy éneket, is. Engedjük, hogy az Isten igéje még mélyebbre menjen. Tudjátok, hogy a testvérek kigunyolták őt, még az apja is megdorgálta Józsefet, de azt mondja az ige, hogy az apja a szívében forgatta ezt a dolgot. Úgyhogy azért Jákóbb valamit mélyebbre nézett. Azt kérdezzed, merre tart az mi van még, mi hátra van, ne fogyjon ma, de tudom, hinni kell, küzdeni, teljes szívvel szeretni.